teljesen kijöttünk a gyakorlatból, Máté. Van. Nem biztos, hogy sikerülni fog elsőre, pláne ennyi hónap kihagyás után. Ez nem olyan egyszerű. Az csak oda van vetítve. Köszöntök mindenkit! Izgalmas nap ez a mai, hiszen hosszú idő után végre először újra tudunk menni testközelből forgatásra. Ugye a koronavírus miatt nagyon sok adás, nagyon sok hét kimaradt. Amikor elrendelték a veszélyhelyzetet, akkor utána természetesen sorra mondták le a forgatásainkat, úgyhogy muszáj volt leállítani a műsort, és a nézők csak ismétlésekkel találkozhattak a televízióban. Viszont most Lilafüredre tartunk, és bár nem olyan szép az idő, de ennek ellenére nagyon izgatottak vagyunk, vagy legalábbis én a magam nevében beszélek, hogy én nagyon izgatott vagyok, mert vagyis hát nem is csak, hogy izgatott vagyok, hanem rendesen egy picit izgulok is, mert úgy érzem, hogy azért ennyi idő alatt is sikerült egy picit kijönni a gyakorlatból. Ennek a mostani forgatásnak az egyik aktualitása sajnos éppen a koronavírus, hiszen az egyik legjobban sújtott ágazat az a turizmus, és azért tartunk éppen Lilafüredre, mert a palotaszállóban fogunk forgatni, és megnézzük, hogy hogyan működik a szálloda. Ez számomra azért is érdekes egyébként, mert a televíziótól sokszor szoktunk menni a palotaszállóba forgatni, hiszen nagyon sok rendezvényt szoktak ott tartani. Viszont, mint vendég, még sosem voltam, és egyébként, hogy a szobák, meg az egész hotel maga hogy néz ki, azt nem is nagyon tudom. Általában csak azon a konferenciateremnek hívják azt, vagy mi az? Van több is. Van több is, de általában lent szoktunk lenni egy nagy konferencia terembe, és ott szoktak zajlani az események, és azokra szoktunk elmenni forgatni. Most egy picit több időt fogunk ott tölteni, szerencsére, és hát egyébként imádjuk Lilafüredet, szóval teljesen mindegy, hogy rossz idő van és esik az eső, Lilafüred így is, úgy is szép. A másik apropó pedig az, hogy a lilafüredi palotaszálló az idén ünnepli a felavatásának a 90. évfordulóját. Azt hiszem, hogy 1929-ben már megépült maga a szálló, de 1930-ban adták át. Nem sokára odaérünk, és szeretnék még néhány felvételt készíteni arról is, ahogy megérkezünk. Úgyhogy átfordítom nem sokára a kamerát, és hogyha van kedvük, akkor tartsanak velünk. Érkezett a meseautó. Szeretnék átadni neked egy maszkot. Köszönöm szépen. Ezt kell nálunk viselned. A palota logójával láttuk el. És rajta van az is, hogy 90 éves.
230-as jacuzzis lakosztályunkat fogjuk takarítani. Wow! És ha jól tudom, akkor a kolléganőtök már ott van. Igen, ő már takarít. Már elkezdte takarítani a szobát, igen. És akkor be tudunk segíteni neki. Mi egyébként most a protokoll nálatok? Tehát nyilván a koronavírus azért gondolom, hogy nagyban beleszól a takarításba. Igen, is. Igen, felülírt nagyon sok folyamatot. A Nemzeti Turisztikai Ügynökség és a hatóságok ajánlásai, előírásai alapján egy megemelt higiéniai és takarítási protokollt vezettünk be a szállodában, a vendégszobákra, illetve a közösségi terekre vonatkozóan is. Szerintem én először is neki vetkőzök. No, felkészültem, úgyhogy indulhat a takarítás. Most itt mit fogunk még itt csinálni? Nem tudom, hogy hol tartott. Vagy port lehet törölni. Hát töröljünk port akkor. Jó. Van még valami, amit nem, akkor ebben befejezhessük az ágyazást. Mert friss ágy nem van húzva, és akkor már csak meg kell ágyazni. Ez mindig érdekelt egyébként, hogy a szállodákban hogy csinálják meg mindig olyan szépre az ágyat. Nekem hát otthon sosem sikerül. Hadd lássam. Itt az a lényege, hogy a nyílásoknak mindig egyfele kell nézni. Tehát itt általában az ablak fele. És akkor a paplanhúzat, azt ketté nyitjuk, úgyhogy a zártabb felülete legyen mifelénk, így. Amúgy. Így? Igen. És akkor ennek az a lényege, hogy tök sima legyen. Tök sima. Tök sima. Értem. Amikor ez megvan, ide is port jövünk törölni, és akkor utána mehetünk a fürdőbe. És akkor ezt úgy szoktuk csinálni, még a papír törlő, hogy vízkőoldóval befújunk mindent, a vizes rongyal áttörjük, és utána papír törlővel, meg is utána a legvégén ezt is ugyanúgy fertőtlenítjük. De jó illata van! Hát igen, most már értem, hogy miért probléma az egész szobát gumikesztyűbe takarítani? Én most például belefolyattam a vizet, és nagyon nem jó. Az utolsó előtti lépés a porszívózás,
és amikor ezzel befejeztük, akkor a posztívózást visszajövünk a fertőtlenítővel, de úgy már, hogy a kesztyünket is lefertőtlenítjük, vagy új gumikesztyűt húzunk, és lefertőtlenítjük a szobát is. Ide a szobába már csak a vendég érkezik be. Arra nagyon ügyelünk, hogy a távirányítók, telefon, toll, ezek a vendégtájékoztatókat mind fertőtlenítővel fújjuk le és áttöröljük, az összes kilincset, ilyen fogantyúkat, mindent. Egy helyszín van, ahova betekintést tudunk nyerni, kicsit a kulisszák mögé, ez pedig az éttermünk. Fáradjunk is be a Hunyadi éttermünkben, és akkor itt még a reggelihez egy kis visszaterítésben tudnál nekünk segítkezni. Szuper. Sziasztok! Sziasztok! Ezt az asztalt fogjuk megteríteni teljesen professzionális módon. Igen, teljesen. Jó. Egy kicsit változó szervizzel, mint ahogy eddig készítettük, és a kollégák segítenek majd ebben a részedre. Köszönöm szépen! Tessék, odaadom neked, ezen van rajta az evőeszköz és szalvéta, én pedig viszem a többi dolgot. Áthelyezed a bal kezedbe a tálcát. Egy kézbe fogom. És akkor jobb kézzel terítünk. Az a jó, hogy lehet puskázni, mert a többi asztal már meg van terítve. Minden szabályozás és minden olyan dolog ellenére, amit még ugye nem látunk előre, hogy pontosan mi lesz ebben az évben, mégis hogy próbáltok megemlékezni erről az évfordulóról, hiszen már egyébként, ahogy a maszkot is mutattam, nem is tudom, hogy hova tettem, mert most itt most nyilván levettük, hiszen nincs itt senki, és beszélgetni így kényelmesebb, hogy már ezen is rajta van, hogy 90 évesek vagytok, valamit terveztek az évben? Igen, tervezünk, de el kell, hogy mondjam, hogy alapból egy programsorozatot terveztünk, amit itt a vírus kicsit átrendezett az életünkben, viszont ami változatlanul maradt, készül egy könyvünk. Előkészületben van egy 90 éves könyv, ami kimondottan erre az évfordulóra jön ki, ezt június végén, hogyha minden igaz sikerül is kiadnunk. Ez lilafüredi sztorikat, kisebb legendákat és olyan titkokat rejt, ami remélünk, hogy nagyon sok kíváncsi ember lesz, aki majd velünk fogja ezeket a sorokat olvasni. Azt beszéltük még, amikor egyeztettünk, hogy majd most megisszuk a kávét, ezt nem beszéltük meg, de ezt természetesen megisszuk, és utána pedig fölmehetünk
A toronyba? Igen, tehát a háznak ez az érdekessége, ugye, mivel ez Mátyás korabeli vadászkastély stílusban épült annó, ezért jellemző, hogy ugye tornyok is épültek az épülethez. A szállodának két tornya van, az egyik a kis torony, ahol egyébként a szobában is jártunk, az a kis toronyban van, a másik pedig a nagy torony, onnan pedig csodálatos panoráma a környékre, a bükre, a hámorítóra, ezt majd meg fogjuk látni. Jó, akkor mindjárt folytatjuk. Itt lehet, hogy fel sem fogod tudni hozni az állványt. Ez nem olyan egyszerű. Ez az! És még van még egy ember. Még több emelet van. Még több? Még több. Hát még most csak a második toronyszobához érünk, még van egy harmadik, és a negyediken van a torony történet, és annál még van egy emelet, onnan a kilátás. Innen már le sem megyünk. Szeretlek palota szálloda, Doris, 6 éves. De cuki. Megyünk akkor tovább. Akkor még egy emelet? Igen, már csak egy. Ez csodaszív. Ez a toronyban az építéstől kezdve is biztos, hogy a palotaszálló része volt, tehát az is teljesen eredeti állapotában tündököl, mint ahogy a kis torony is, amit mutattam az előbb. Ha nem tudjátok pontosan akkor, hogy ez régen hogy funkcionál, de lehet, hogy régebben is ilyen kilátó szerepet töltött? Valószínű, hogy különösebb funkciója nem volt, tehát mindig csak ez a kilátó szerep. Lehet, hogy a vadászkastélyok mintájára épülve készült ez a kilátó is akkoriban. De a vendégek nagyon szeretik, gondolom. A vendégek nagyon szeretik, mind a kiállítás részét, mind pedig innen fentről a panorámát. Köszönjük szépen, hogy beengedtetek minket, meg hogy feljöhettünk ide, meg tényleg ennyi mindent kipróbálhattunk még a nehéz helyzet ellenére is. Szerintem itt nagyon már nem is kell beszélgetni, mert hogy a képek magukért fognak beszélni. Köszönjük szépen, és remélem, hogy majd még egyszer visszatérhetünk esetleg egy másik téma kapcsán, vagy esetleg a 90 éves évforduló alkalmával egy másik forgatással. Köszönjük szépen! Köszönjük! Lejönni még sokkal rosszabb, mint följönni. És hogyha Máté a nyakamba ejti a statívot, akkor még meg is halok. Ez már csak az extra ráadás testközelből, hogy verekedjük le magunkat a toronyból. És túléltük. Úgyhogy lesz következő adás is.